működik. Föl fogok tenni egy boilit, amit már az előbb is említettem, hogy kicserélem a csalit. És a boili majd erre a végszerelékre fog felkerülni. Most éppen kukorica van rajta, egy ananászos pellettel, de teszünk rá egy zazravesz hagylós boilit. Csak az bejött egy üzenet. Igen, halló? Halló, apa? Hallasz, apa? Hallasz? Apa, hallasz? Apa, hallasz? És miért hívtál, vagy miért csörgettél? Hát de csörgött a bukitoki. Ha? Miért? Fogtál valami halat, apa? Csukát? Mi? Fogtál valami halat? Nem értem. Akkor jó. Na, tehát akkor egy zadravászkagylós boilit fogunk föltenni, eperlek már rá. Ők lesznek azok. Piros az eperlekvár, a zöld pedig a zadravászkagyló. Nagyon jó illatúak. És mutattam, hogy fog ezt kinézni. Itt a csalitüske, itt a kezemben, itt a horog. Csalitüskére föltűzöm ezt, a perlekvárt, csak nagyon kemény. Átszúrom. Már ha belemenne. Mindjárt. Na, sikerült belenyomnom. Jó erősen, itt van. Ugye, mint említettem, ez csak az eperrakvár. Ráteszem még az adravetszkagylót. Csak nem fér rá, mert nincsen neki hely. Nem baj, akkor így bedobom.
Kicsit iszapos lett a kezem. Így beleakasztottam a horgot a kosárba, és így dobásra kész lesz, és így messzebbre fogtam. Kicsit, mert nincs kapás, ha meg majd lesz, akkor visszajövök. De mindig akkor van, amikor elmegyek. És megnézem itt a helyeket, van a csuka. Van, akkor tudnak napokat. Eddig nincs. Egyébként kristálytiszta a víz. Thank you.
Ez nem a tó. Bekapcsolom a nyeletőfékemet, hogy el ne vigye a hal. Hát, nem sikerült. Remélem lesz srácok kapás. Egyfolytában néha csipó, de egyébként nem. Pedig ideális minden. Mindjárt cserélek kukoricát, vagy hát lecserélem a kukoricát bollóra. Kapás, és így be tudom mutatni, hogy milyen. Ez izgalmasabb, mint ez a keszeg.